Mutatkozzatok be, kezdetnek, jó? Én Szemerédi Barnabás Zsolt vagyok. Meg Fehérvári Balázs. Na, srácok, mit tud ez a szerkentyű, amit itt látunk most az asztalon? Ez egy távirányítós robot, amit tudunk előre, hátra és két oldalra irányítani. Mutassuk meg akkor a nézőknek, és akkor azt azért mondjátok már el nekem, hogy mi mindenből épült ez fel, mert nekem ez olyan, mintha egy jó kis legós valami lenne. Igen. Először is egy 4 darab nyomógomból, és 2 darab LED-ből, és ugye az akkumulátorból épült fel. Ha megnyomjuk mondjuk a kék gombot, akkor elindul előre, ha a pirosat, akkor hátra, ha a sárgát, akkor jobbra, ha a zöldet, akkor balra, és ennyi. Ennyi az, amit most ez a robot tud. Miért foglalkoztat benneteket ez a téma? Ugye indult ez a szakkör, és mi Barnabással ugye alapvetően számítógépes játékokkal játszunk, és szeretjük is a számítógépeket, úgyhogy jelentkeztünk ide, és nagyon szeretjük a programozást. Tehát gyakorlatilag ti akkor a programozás alapjait tanuljátok meg ezen a szakkörön. Ebből nekem az jön le, hogy akkor fennáll a veszély annak, hogy ti a későbbiekben felnőttként ezzel akartok foglalkozni? Hát nekem igen. Nem tudom, hogy Balázsnak igen-e. Nekem. Igen. Uh-huh. És hogy képzelitek el a jövőt, hogyha ilyen kis serkentyűket építetek, akkor mi lesz szerintetek 50 év múlva? Mire számítotok? Hát szerintem a gyerekek nem lábon fognak iskolába járni, aztán mindenféle gépekkel, és minden sokkal-sokkal modernebb lesz. Például könyvekből sem, nem könyvekből fogunk tanulni, meg minden robotosítva lesz. És ez ennyire jó dolog lesz? Hát szerintem nekem tetszik, de fennáll a veszélye, hogyha nem mozog eleget az ember, akkor elhízik, és igen, betegség. Hát ez azért nem egy fényes jövő. Igen, nem annyira, mert igen. Mutatkozzatok be ti is. Solymos Izolán vagyok. Engem meg Hajli Bencének hívnak. Na srácok, akkor ti is meséljétek el nekem, hogy mit tud ez a szerkezet. Hát azt tudja, hogy körbe-körbe forog, és veszi a körülötte lévő dolgokat. Uh-huh. Utána elmegy egy picit előre, végül visszamegy hátra. És ahogy elnéztem, most ebben a pillanatban érzékelte is, hogy te oda tetted a kezedet. Hát kellett hozzá néhány motor, uh-huh. meg egy memóriakártya, akkumulátor, meg még sok minden más, például lámpák, uh-huh. meg mondjuk egy telefon, amit ő éppen visz, hogy kamerázzon. Uh-huh. Ti miért jelentkeztetek ebbe a szakkörbe? Mert nagyon szeretem a robotok világát, és ez engem nagyon érdekel. Mennyi időt töltesz úgy egyébként számítástechnikával odahaza, a játékokkal, meg egyebekkel? Nagyon-nagyon sok időt. Napomnak nagyon nagy részét folyton csak azt csinálom. És mit szólnak a szülők ehhez? Apát néha zavarja meg a anyát, főleg, hogy csak ők vannak, testvérem nincsen. Uh-huh. Néha zavarja őket, néha meg nem. Világos. Na, akkor arra lenne kíváncsi, hogy te hogy képzeled mondjuk 50 év múlva a világot? Hát én úgy képzelem el 50 év múlva a világot, hogy már nem lesz annyira nagyon könyv, meg ilyesmi, és ezek inkább már ilyen múzeumi tárgyak lesznek uh-huh. akkorra. És arra gondoltam, hogy akkor már milyen értékei lesznek például egy régi telefonnak. Uh-huh. Nagyon szuper, és te neked milyen elképzelésed van 50 év múlva a világról? Szerinted mit fognak csinálni a gyerekek? Szerintem ott leginkább már annak a gyereknek is, például akinek most nincsen számítógép, meg ilyenek, már a legkisebb óvodásoknak is lesznek majd ilyen technikus kütyűi. Tanárnő, nagyon érdekes dolgokat mutattak be itt a fiatalok nekünk. Ez egy szakköri formában működő dolog. Mit lehet tudni az előzményekről?
Hát karöltve az Abakuszan Oktatási Stúdióval tudtuk ezt a vándorrobot programot beindítani. Írtunk egy pályázatot, harmadik nekifutásra sikerült ezeket a robotokat az iskolába hoznunk, és nagyon boldogok voltunk tőle, hogy 10 hétre itt lehetnek nálunk ezek a robotok. 5 csoportnak indítottuk be a szakkört, különböző korosztályokat, a felső tagozatból, minden évfolyamból összeállítottunk egy-egy csoportot, és mivel olyan nagy érdeklődés volt, ezért be tudtuk vonni még a harmadik-negyedik osztályosokat is ebben a szakkörbe. Azt látom, hogy fiúk, lányok vegyesen vannak. Ekkora nagy az érdeklődés az iránt a szakkör iránt, hogy a lányok is érdeklődnek? Igen, szelektálnunk kellett a jelentkezők között, és hát úgy szelektáltunk, hogy a jó képességű tanulóinkat, de nem feltétlenül azokat, akiknek a tanulmányi eredménye jó, hozzuk be a szakkörbe, hanem a gondolkodni jól tudó, kreatív gyerekeket hoztuk ide. Hány pedagógus foglalkozik a gyerekekkel önön kívül? Hát ez egy nagyon ideális állapotot tudtunk teremteni a szakkörön, mert 3 pedagógus foglalkozik folyamatosan 14 gyerekkel, így aztán itt végre meg tudjuk valósítani az egyéni haladási tempót, azonnal segítséget tudunk nyújtani egy gyereknek, ha elakad bármiben. És még egy nagyon jó ötletünk támadt az idő során, ahogy tartottuk a szakköröket, amikor jelentkeztek a kicsik a szakkörre, akkor a nagyokat behoztuk segítőnek, és akkor ilyen kis tanítókként segítettek nekünk abban, hogy tényleg így akkor mindenki mellett tudott lenni egy olyan ember, aki ha elakad a gyerek, akkor tudjon neki segíteni. A klasszikus informatika órán kívül mit profitálnak a gyerekek ebből? Hát a klasszikus informatika órán kívül matematikából nyilván, természettudományokból profitálnak belőle. A kreatív gondolkodás, az analógiás gondolkodások mindenképpen fejlődik. Én még azt mondanám, hogy végre itt elkezdtek beszélgetni a gyerekek egymással, a kommunikációs készségük is nagyon fejlődött, csoportba dolgoztak, és hát programoznak, a Scratch alapú ikonos programozási felület van itt, ami szintén nagyon jól fejleszti őket. 10 hétig volt itt ez a technikai lehetőség az önök iskolájában. Hogyan tovább? Hát sajnos holnap vissza kell vinni vendégeinket, a robotokat, és hát azon vagyunk minden erőnkkel, hogy tudnánk venni egy minimál, tehát egy ilyen 6 készlet robotot az iskolának. Lesz majd Zsóka el fogja mondani, hogy hogyan mesterkedünk rajta, mert hát igen nehéz pénzt varázsolni ilyen dolgokra az iskolában. Tanárnő, árulja el nekem, hogy ugye nyilván volt egy gondolat, hogy ez miért jó, hogy ide jön az iskolába. Lement ez a 10 hét. Azok a kezdeti elvárások, amiket kitűztek maguk elé, azok megvalósultak-e a 10. hét végére? Hogy érzi? Hát maximálisan megvalósultak, mert sokat profitáltak. Tanultak a gyerekek, tehát szenzorokról, infraérzékelőkről. És önök pedagógusok? Mi is nagyon sokat. 2 napig voltunk továbbképzésen, és utána mi is azért délutánonként készülgettünk ezekre az órákra, úgyhogy mi is nagyon sokat tanultunk belőle. Na, akkor a fiúk elindították nekünk ezt az újabb szerkentyűt, ez most már a 3., és ezt 3 is készítették, ez abból az apropóból is egy érdekes dolog, úgyhogy megtudjuk a fiúknak a nevét. Tóth Mátyás. Dávid Házi Bence. Nagy Máté. Na, fiúk, akkor meséljetek nekem ti is erről az eszközről. Miből épült és mit tud? Hát, light szenzorból, infraled. Igen? Jó, ebből épült, és mit tud? Hát követi a fekete vonalat, folyamatosan nyomkövető, és amerre megy, arra világít folyamatosan. Hol lehet ezt majd a jövőben használni szerintetek, vagy éppen most a jelenben? Hát nem is tudom, szerintem olyan helyen, ahol mondjuk körbe kell, hogy menjen valami, vagy egy kijelölt úton kell, hogy menjen, de mindig máshol, és mondjuk szállítson valamit, vagy... Tehát mondjuk egy olyan helyre, ahol emberek nem juthatnak el? Igen. Igen, mondjuk. Csak mondjuk ahhoz le kell ragasztani egy pályát neki, vagy csinálni egy pályát, ahol amit követ.
Világos. Te miért jelentkeztél ebbe a szakkörbe? Mennyit foglalkozol te programozás alapjaival? Hát programozással nem nagyon, de azért az informatikával azért foglalkozok. Mennyi időt töltötök el a számítógép előtt úgy napközben? Véget érnek a tanítási órák, aztán hazamentek, leckeírás, gondolom én naivan, és utána meddig? Én nem sokat, mert mi vannak kistesem, itt sokat kell segíteni. Hát én inkább telefonon szoktam, de nem olyan sokat, mert utána én megyek edzésre, meg sakszakörre, meg ugye ide a robotika szakkörre is. Hát nekem se sok időm van, mert ugye én is hazamegyek, akkor megebédlek, leckét írok, és akkor én is megyek edzésre, akkor közben még csinálok valamit, úgyhogy nem sokat. Na, és akkor a fiúknál is érdekes a kérdés, hogy ők hogy gondolják 50 év múlva ezt a világot. Mit vártok 50 év múlva majd, akár magatoktól is? Hát én csak azt várom, hogy modernebb lesz az iskola, több ilyen modernebb tantárgy lesz, hogy nem ilyen füzetekbe írnak, hanem kapnak ilyen tabletet, vagy bármit, amiben tudnak épelni. 50 év múlva ti már igencsak az 51-nehanyadik éveteknél jártok, saját gyerekeitek, sőt akár már unokáitok is lehetnek majd. Hogy képzelitek el a gyerekeiteknek az életét? Hát a gyerekeink élete szerintem nem lesz sokkal másabb, mint a miénk, de egy kicsit modernebb lesz mindenképpen. De az unokáink élete az már valószínűleg nagyon modern lesz ilyen. Én úgy gondoltam, hogy ilyen lebegő autókkal, meg ilyen dolgokkal járnak, és nagyon, nagyon érdekes, és nekem így, én így gondoltam. Te? Hát szerintem is nagyon sok érdekesség lesz, úgy, ahogy a Bence is mondta, meg hát azért jóval modernebb lesz minden, szóval egyre több számítógép lesz, meg tablet, telefon. És akkor abba fognak írni, nem fizetek be. Tanárnő elmondta az előbbi interjúban, hogy harmadik nekifutásra sikerült ezt a technikát idehozni. Miért volt ez olyan fontos az iskolának, Zsóka? Azért, mert nagy gondot fordítunk arra, a terveink között szerepel, hogy egy természettudományos blokkot hozzunk létre itt az iskola területén belül. Ez úgy tűnik, hogy meg is valósulhat a tankerület által meghirdetett infrastruktúrális pályázat keretén belül, és egy kémia, matek, fizika, biológia, földrajz természettudományos blokkot szeretnénk létrehozni, erre pályáztunk, és jó gyakorlatokat vennénk át a Nemzetőr Általános Iskolából, amelyik egy részét képezi ez a vándorrobot, illetve a robotika. Náluk ez már működik, és hát ehhez az infrastruktúrális hátteret szeretnénk megvalósítani a pályázat által, és ez nagyon jó belépője, ez a kis robotika szakkör, hogy ezt 10 alkalommal sikerült megvalósítani. A pályázat által szeretnénk saját robotokat vásárolni az abból nyert összegből, és továbbfejleszteni, és tényleg rá hangolódni erre a kis természettudományos blokk kialakítására. Túljelentkezés volt a szakkörre. Mit gondolsz, hogyan lehet ezt tovább vinni? Mert nyilván ezzel a 10 héttel, ezzel most itt véget ér egy szakasz, na de aztán a tanévből azért van még egy pár hét hátra. Hát én úgy gondolom, hogy sajnos magát a robotikát ebben a tanévben nem tudjuk tovább folytatni. A pályázat a szeptemberig elbírálásra kerül, és nagyon bízunk benne, hogy ezáltal a jövő tanévet már nem kell így behatárolnunk, hanem a teljes tanévet fel tudja ölelni, és a jó gyakorlatok keretén belül egyre nagyobb tanulói ifjúságot tudunk megmozgatni ez tekintetben, és akkor nem kell szelektálnunk. Neked hogy tetszett egyébként? Gondolom egy-két órára azért belátogattál, vagy egy szakköri órára. Belátogattam, és igazándiból tágra nyílt szemmel néztem, hogy ezek a gyerekek, ezek mire képesek, és tényleg az informatika területén a programozással kapcsolatban pillanatok alatt ráhangolódtak, tehát valóban ők már ebben élnek, úgyhogy én csak ámultam és bámultam, hogy pillanatok alatt mennyire a sajátjuknak érezték, és milyen kreatív ötleteket tudtak megvalósítani, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam köztük. Zsuka, én megkérdeztem a gyerekeket az interjúban, hogy mit gondolnak 50 év múlva, mi lesz, hogy lesz. Azt nem tudom, hogy nekünk 50 év még adatik-e, remélem, hogy igen. És egy-ketten azt mondták, hogy szerintük sokkal másabb lesz, és tabletből fognak majd tanulni, meg teljesen át fog alakulni az oktatás. De hogy látod, hogy milyen lesz az oktatás, mondjuk nem 50-20 év múlva? Én nagyon bízom benne, hogy azért az egészséges egyensúly megmarad. Nyilván nem szabhatunk gátat az informatikai fejlődésnek, mert
e felé halad a világ, de én nagyon bízom benne, hogy azért az emberi értékek megőrzésre kerülnek, és azért fogunk még írott sajtót, fogunk még írott tankönyvet használni, és azért nem veszi át teljes mértékben az informatika ezt a szerepet, és a gyerekek nem lesznek teljes mértékben számítógépfüggők, hanem azért még a kirándulásnak, a biciklizésnek is hódolni fognak.